Na jó. Amit itt látunk, az egy retro cucc. Egy igazi retro cucc. Egyesek azt mondanák, hogy egy nagy halom szemét és gyorsan dob ki. De van egy élvezeti pontja, ami fontos. Talán jól látható itt alul, itt van benne egy slot 1-es proci. Kereken 300 MHz-es P2-ről van szó. Itt egy kicsit lejjebb azért van egy nagyobb durranás is, ez egy Voodoo 3 2000-es kártya. Van benne egy ilyen USB-s átalakító PCI-ról, de nincs benne hangkártya, mert sajnos a SB16 az rendkívül nagy kuriózum. Van benne egy Seagate, nem, egy Quantum Fireball, egy 6,5 gigás. Van benne egy kurva, egy 200-as táp. De mindegy, nem az a lényeg. A lényeg az az, hogy fölkerült rá az XP. Mint ugye nagyon jól tudjuk, hogy P2-re XP-t tenni lehetetlen. De nem baj. Farkas megoldja. Sőt, nem is ez a legnagyobb poén, hanem kitettem három játékot, ami majd demonstrálja az erejét a dolognak. Itt van elsőnek a GTA 2, ami, ha jól emlékszem, OpenGL-es. És hát tud azért nagy varázslatokat művelni a dolog. Tekintve, hogy emlékezzünk rá, hogy mennyi a minimális rendszerigénye a GTA 2-nek, hát nem ez. Most éppen Duskra van állítva, mert sokkal életűbb. Szóval semmiféle akadozás, rángatás, ugye 800x600-ba futunk, tehát nem tud a videokártya nagyobbat, mert a 3DFX idejében már ez a... az a körzet, ahol vagyok. 800... anyát, ez elütött. Nem volt nagyobb felbontásra igény, meg képzelni sem tudtak az emberek nagyobb felbontást, mint 800x600. Egyébként sokkal szebb képe van, csak a mobiltelefonnak van az az idióta felbontása. Na mindegy, szóval maga a játék úgy fut, ahogy annak futni kell, mindenféle hiba zörrenés nélkül. Elfoglalunk egy fajlatos kocsit, kaptunk érte 10 pontot. Yeah! Nagy fasság persze, de amúgy kurva jó, el lehet vele szórakozni. És több fény világítja meg az utakat, és ezt mind a 3DFX oldja meg. Hát 100 pont, yeah, fantasztikus. Szóval nem egy egyszerű mutatvány, de viszont legalább működik, úgyhogy szépen kilépünk, úgy ahogy kell. És a többit is meg akarom mutatni, lássátok, hogy mekkora teljesítménydobást nyújt a Voodoo 3, mint olyan. Régebben, amikor nekem ilyen cuccaim voltak, nem tudtam. Ó, kifagyott a GTA 2 exe. Hí, bár Tesla-t ezért leáll. Úristen, most mit csináljuk? Na jóval, leszarom, inkább az a legjobb. A következő az a Half-Life 1-esünk. Ugye, mi nagyon jól tudjuk, ezzel indult ez az egész játék mizéria ezzel a Half-Life 1-essel. Ugye ez a magyar változat. Magyar szemüvege lesz emberünknek. És nem felejtjük el beírni azt, hogy CN Show FPS 1. És így megjelent a CN Show FPS 1. Elindítunk új játékot, méghozzá a Hazard Corson, az a legföntibb beállító pont. Ez a gyakorlópálya, és ugye látjuk a FPS, hát olyan 30 körül van, csirázik valahol. Most itt vagyunk a bemutató szobában, ugye, ahol a csaj elmagyarázza a jobbra-balra mozgás, stb. Masszív 30 FPS, tehát ennél lejjebb nem megy, csak följebb, hogyha hátra nézek, akkor már 60. És az fú, mekkora király. És akkor oda megyünk, megnyomjuk az E betűt. Hol az E betű? Itt az E betű, megnyomjuk az E betűt, kinyílik az ajtó. Hí, de ügyesek vagyunk, jé, kinyílt az ajtó. Welcome to HEV Mark IV Protective System. Szóval, hogyha lenne egy kis hangkártyám is, akkor ezeket a hangokat ugye mint csarnok hangzás hallanám. De hát ugye mivel sajnos ebben a szarban nincs hangkártya, így hát menjünk tovább. Az FPS továbbra is ilyen 40-50, vannak helyek, ahol ilyen 60 körül beállítja magát. Így már kitesz, hogy hók. Ha nem nyílik ki az ajtó, na végre. Most ugye a következő rész az a mennyi jobbra, mennyi balra rész. Most mindegy, nem akarom én végigvinni a Hazard Corsot, csak azt akartam megmutatni, hogy valóban a 3DFX a nulla hátszél ellenére is, mint processzorról van szó, ugye? A nulla hátszél ellenére is mindenképpen kimagasló teljesítmény produkál. Menjünk tovább, mert a harmadik a kedvencem, mert az valóban a 3DFX-nek a Glide 2X felhatalmazását használja, és ezért van egy ilyen logóm is, ami így bevillan.
Tehát mindegy, hát látjuk, hogy Karmageddon 2, szépen elindítjuk, van egy ilyen bootápja. Ennek van egy ilyen ellenőrző cucc, hogy van a Direct Drive szoftver, maga a 3DFX és a Direct 3D, és ugye mint olyan lehet ugye ellenőrizni, hogy a 3DFX Glide az teljes mértékben rendben van, úgyhogy el tudjuk indítani a játékot, mint 3DFX-es Glide. És hát ez az egy 2 másodperces cuccér, hát már egyes emberek tökön szúrnák magukat. A másik a Watermark. Tehát amíg játszol, addig egész végig ez a 3DFX ikon itt van. Ja, és ugye mondanom se kell, hogy a menübe van olyan, hogy beállítások, és minden maximumon van, hát amit... Hát ennél maximum a beállítás nincsen szerintem, csak a Crysis. Na mindegy, menjünk tovább. Ugye indítsuk el a játékot, hogy lássuk, hogy... Na, új játékos. Igen, normál. És hát... azt hiszem, hogy 133-ra, illetve... hogy van? Nem, még én mondom rosszul. Szerintem még egy kicsit nagyobb gépekre írták ezt, mint ez, csak ugye azokban nincsen 3DFX. Ugyanúgy ott van a 3D markunk, vagy 3D, a Walter markunk, és hát ugye lehet törni, zúzni, mert hát erről szól az egész. Náááá, neki mentem a falnak, na ez meg nekem jön. És ilyen masszív, ilyen 50-60 FPS-t látunk, tehát abszolút... bam, ez felrobbant, diluk. Na mindegy, szóval masszív ilyen 60 FPS körül látjuk az értéket. A legkisebb akadozás mellett is kurva messzire ellátni. Na most azt hiszem bele fog esni a vízbe. Úristen! Na, gratulálok! Mindegy, szóval a kor szellemének megfelelően működik a dolog, és nagyon pici várakozás azért van benne, tehát... most így röptébe ennyi. Hát, hogy őszinte legyek, én örülök neki, hogy találtam egy ilyen Voodoo 3-ast, meg azt is, hogy ezt még azért megmutatom, hogy WinRAR. Hogy ez egy Windows XP Professional 5.1-es verzióval, tehát ez tipikusan nem az a fajta, jaj, Everest. Még van egy csomó idő, most járunk 7 percnél. Az Everest, hát szerintem az valami csodát fog nektek mutatni. Mindjárt megkeressük, hol van. Itt van a Everest. Ezt közben bezárjuk, mert Pentium 2-ről van szó, nem elfelejteni, itt minden egyes programnak szerepe van, hogy mi van a trébe, meg mi nincs. Na jó, akkor mutassunk nektek csodát, jó? Hogy mi az, ami egész eddig ügyködtünk. Most van 741, 742. Nagy szar ez a W910, de... Na jó, mi az, ami nagyon fontos egy számítógépen? Ugye a CPU, mint olyan. A CPU leírása Celeron A310 MHz, ami kurva nagy kamu, csak sima 300-as, és 300 MHz-en fut. Hát fel olyan gyorsan megy, mint a mobiltelefon. Jó, hát ez így nagyjából ennyi, szerintem no comment. Az alaplap a kedvencem, mint olyan. Tehát az alaplapot úgy hívják, hogy PC Partner EXB, vagy EXB, vagy EXB, vagy EXB, valamelyik. Nem tudjuk. Busz típusa Intel GTL, SD-RAM-ról van szó, tehát még 100 Hz-es kis vacakról, 551 MB másodpercenkénti sávszélességről. A lapkőkészlete, az északi híd az egy Intel 8244-es, a déli híd a 82351-es, szóval nem valami új cucc. Viszont ugye van nekünk egy faszom, hol van? Multimédia? Nem, DirectX, nem. Ja igen, itt van egy megjelenítés, és AGP videó, mint PCI, vagy AGP videó, és hát ez 3DFX Voodoo 3, mint Voodoo 3 2000, tehát nem a Voodoo 3 3000, ami a nagy kártya, hanem csak a sima 2000-es. Rányomok a GPU-ra, hát itt azt hiszem csodát fogunk látni, még van 50 másodpercem. Voodoo 3 2000 SD RAM-mal, felszerelve 8 millió tranzisztorral, mint olyan, és hát ez az óriási sebesség, tehát a 286 megatexel másodpercenként az akkoriban a hihetetlenség határát súrolta. A Voodoo 3 3000 az ilyen 333 megatexelre volt képes, hát ez sajnos nem. Na mindegy, szóval ez így is király, úgy ahogy van.